az MTK karate szakosztályán nyerte a Magyar Olimpiai Bizottság a Decathlon és az utánpótlássport.hu a hónap műhelye díját. Nyilván Hárspataki Gábor zürichi U21-es Európa bajnoki címe hozzájárul, de akár említhetnénk Cagány Dórát is. Meglepetésként ért benneteket, vagy számítottatok rá, sőt tudatosan szavaztatok is magatokra? Természetesen szavaztunk magunkra, lelkesek is voltunk, de egyébként azért nem számítottunk rám, mert a közönség szavazatok alapján úgy tűnt, hogy nem biztos, hogy mi leszünk az elsők, de mondjuk abban bíztunk, hogy szakmailag mi vagyunk a legfelkészültebbek, és ezért a szakmai bizottság pedig ránk fog szavazni. Viccet félretéve nagyon örülünk neki, és egy megtiszteltetés az, hogy első nem olimpiai sportágként, első karate szakosztályként sikerült elnyerni ezt a címet. Az, hogy Európa-bajnoki címet nyert Gábor U21-ben, az szerintem azt mutatja, hogy jó úton haladtok. Így van, nem csak azért, mert Gábor nyert, hanem azért is, mert a Dóri pedig harmadik lett, és mellette pedig voltak más versenyzőink, akik szintén jól szerepeltek, és azt kell, hogy mondjam, hogy 12 éves korosztálytól kezdve folyamatosan vannak olyan versenyzők, akik beérhetnek ugyanerre a szintre. Gratulálok az Európa-bajnoki címethez, ezzel nagyban hozzájárultál, hogy az MTK karate szakosztálya nyerte a hónap műhelye díjat. Ám ezzel elég magasra tetted magadnak a mércét, mert aki U21-ben Európa-bajnok, attól elvárják, hogy később aztán nyerjen akár európai játékokat, akár világbajnokságot, akár felnőtt Európa-bajnoki címet. Ez természetesen így van, mivel 18 évesen szereztem meg az első korosztályos U21-es Európa-bajnoki aranyéremet, és szerencsére mondhatom azt is, hogy nagyon sok munkával értem el ezt. De ugyanennyi munkával a következő világbajnokságon, illetve a következő két Európa-bajnokságon, amit részt fogok venni, nem fogom elérni ezt a szintet és az aranyérmet. Tehát ezzel még több munkára kell most sarkalnom magamat. Az, hogy ilyen fiatalon nyerted el a címet, az itt, az MTK-n belül milyen respektet hozott neked? Szerencsére én egyaránt jobban vagyok az utánpótlás, az IFI és a junior kadett U21-es válogatottal. És én nem bívom ki annyira magamnak ezt a respektet, mivel én mindenkivel jobban vagyok, és szeretem azt, hogyha úgymond úgy közeltenek hozzám, mint amikor nem volt meg ez az Európa-bajnok aranyéra. Megtetted az első lépést, megszereztél egy gyönyörű trófeát, egy gyönyörű bronzérmet. Milyen célokat tűztél ki magad elé a karatéban? Most a következő célom az, hogy kvalifikálja magam a novemberi VB-re, és hogyha ez sikerült, akkor természetesen ott is jó eredményt elérni. We'll be right back.